Ezek a versek az első kötettől, 1965-től, de tulajdonképpen még a középiskolás koromból is, ha nem is teljesen részletekben, töredékekben vannak benne versek az elején, és hát azt hiszem, hogy márciusban írtam, most márciusban az utolsó tanú benne. A könyv létre az életműsorozatomnak jött a következő darabja, az Együttlét, ami a harmadik kiadása egy régebbi nagy közkedvességre körvendő könyvemnek. Ebben az Együttlétben még a Kádár rendszernek vége felé helyét kereső fiatalembernek az életéről van szó, összekombinálva egy képzeletbeli nagynéninek írott levelekkel az élet különböző jelenségeiről. A másik könyv, az Éhes élet, annak a harmadik kiadását hagyjuk kézbe. Ez tavaly a könyvhéten jelent meg először, és hát azóta is, hála Istennek, nagyon keresik. Ez egy tulajdonképpen egy modern családtörténet, és arról beszél, hogy milyen felesleges dolgokra pazaroljuk az életünket, hogy az életéség az olyan tévedések rejti az embert, hogy ahelyett, hogy úgy mondjam, a bennünk született istenéséget akarnánk kielégíteni, karrieréségbe, hatalomészségbe, pénzészségbe, sikerészségbe, szexészségbe esik az ember. És különböző csapdákon keresztül jut el oda, szívem szerint, hogy azért a kötet végére hagytam egy kis reményt és megbékülést. Azon kívül egy harmadik könyvemet szeretném nagy szeretettel ajánlani, ami egy másik kiadó, tehát nem a Szépfalunál, hanem az Éghajlatnál jelent meg, ezt Kozma atyával közösen hoztuk létre, egy meditációs kötet, a Remény ablaka. Éppen tegnap volt a bemutatója, hát valóban több száz ember jutott hozzá, úgyhogy most ez a három van forgalomban. Szeretettel kívánok, jó olvasást! A Pontkiadónál máskülönben eddig 12 kötetben jelent meg, de ebben a 12 kötetben ez mind szép irodalmi művek. Tehát ez az első olyan, amelyik az eszéimből egy válogatás, a Profik és Amatőrök címen, főként elsősorban ilyen történelmi arcképek Eötvös Károlyról, Széchenyi környezetéről és Széchenyiről, szóval ilyen pontosan azt szerettem volna bemutatni, hogy a történelem, a magyar történelem során bizonyos profi politikusok és az amatőr politikusok hogyan viszonyultak és hogyan építették azt a magyar történelmet, amit mi valójában ismerünk, illetve én szerintem nem ismerünk eléggé. Ez egy kicsit ilyen bepillantást enged ezekbe a háttértörténetekbe. A könyv régen terve volt véve, de hát annyi dolgom volt, hogy soha nem vállalkoztam rá. Aztán Dorsi Hedvig jó voltából mégis megjelenik a könyv, ami ma 3:43-kor szombaton három dolog szempontjából érdekes. Először is ez egy 112. kötetet sorozatnak, és ebben a 112 személy sorozatban olyan fantasztikus személyiségek vannak benne, hogy egyáltalán a könyvtartalmától függetlenül a névsorba benne lenni is, úgy érzem, egy kitüntet, és ragyogó szellemiségek vannak, és nem csak irodalmárok, hanem orvosok, mérnökök, tudósok, politikusok, tehát egy remek társaságban vagyok ma délután. A másik nagyon fontos dolog az, hogy bár nekem 15 könyvem jelent eddig meg, de egy olyan általános áttekintés egyik könyv sem ad. Mindegyik valamiről szól, ez azonban az ember születésétől a mai napig nagyon-nagyon röviden, nagyon tárgyilagosan, minden gyűlesztés nélkül közli azt, hogy az ember kicsoda. Hát abban reménykedem, hogy a lehetséges olvasók között vannak olyanok, akik semmit nem tudnak rólam, se ennyit tudnak, akkor én nagyon boldogan megyek egyszer majd el a túlvilágra. A harmadik egy nagyon szép ajándék. Néhány héttel ezelőtt egy családi ebédnél bejelentette a lányunokám, hogy dédunokám lesz, hogy október elején megszületik egy fiú dédunokám. Ugyanakkor itt jelentkezik egy kitűnő író, Balázs Tibor, aki egy aforizmákból és mesékből álló kis könyvet csinált, és ezt a dédunokámnak.
dedikálta annak a dédunokának, aki még magzat állapotban úszkál az unokám pocakjába. Úgyhogy a leendő könyvtárának az első kötetét is megkaptam én ma, és ez nekem, mint egy ilyen öregedős időnként elérzékenyedő embernek egy nagyon szép pillanatban. Hát ennek a jelentősége az volna, hogy a 21. század gyerekét mese közelbe tartja, 21. századi eszközökkel, technikai eszközökkel, valamint a technikát is közelvigye a gyerekekhez. Ez tömören, ez a célja ennek. Hát nézd meg, mennyi gyerekkönyv jelenik meg, az az olvasótól függ mindenki, és attól, hogy az olvasó milyen anyagi lehetőségei vannak. Egyre inkább, hogy hívják, hogy kereskedelem ugye az úr benne, és hát sokkal többen akarnak megélni, mint amennyi illő volna. De hát ugye meg tudnak élni, éljenek. A legnehezebb és a legkönnyebb bemutatni, mert tulajdonképpen nem az igazi műfajomból válogatott kis prózáim szerepelnek benne. Az igazi műfajom tudnélik a vers és a próza, tehát az esszé, ilyesmi nagyobb, vagy akár már írtam regényt is. De ezt is szeretem, ezt a könyvet, mert ezek az írások arról számolnak be, hogy amikor éppen nem írok verset, vagy más, akkor úgy mit gondolok a világról, azokról a dolgokról, amik engem minden nap, mellbe vágnak, vagy találkozom velük, de ezt nem lehet máshogy megfogalmazni. Tulajdonképpen a versben csak később érik meg a dolog. És abban a szerencsében volt részem, hogy mindig mostanában volt helyem a napi lapoknál, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Fórum az ugyan heti lap, de ezeken a helyeken megkértek arra, hogy bizonyos rendszerességgel írjak tárcát. Most ezeket a tárcákat foglaltam én itt össze, és tulajdonképpen egy olyan az utóbbi 6-7 évünknek a költői közérzetének a látlelete. Hát három műfaj is van ebben az egy kötetben. Az első egy olyan 60 oldalas hosszú elbeszélés, amit hát akkor írtam, amikor lábadoztam egy műtét után tavaly Amerikában, és minden nap elhatároztam, hogy akkor is csak azért is minden nap egy oldalt írok, és így lett az a 60 oldal az alatt a 2 hónap alatt. Az arról szól, hogy mi lett volna, ha 56-ban nem megyek ki, hanem itthon maradok. És mi lett volna az életemből. Azt úgy elképzeltem akkor, mikor az ember halál közelben érzi magát, akkor azért támadnak gondolatai, ám bár ez egy olyan írás, amin az itthoniak nyilván mosolyogni fognak, mert ők tudják, hogy azért az nem egészen úgy volt, ahogy én azt elképzelem. Utána jönnek a novellák, az igazi novellák, azok a 6-8 oldalas írások, abból van 13 darab, és végül pedig ilyen szösszenetek, ilyen emlékszilánkok címen, szösszenetek, egészen rövid reagálások általában a hétköznapok eseményeire. Ebből a háromból áll össze ez a kötet. Azért mélyebbre, mert egy francia kritikusom, annak már több mint 50 éve most, egy francia kritikusom azt mondta nekem, én akkor 20 éves fiatal francia író voltam, és azt mondta nekem, ásson mélyebbre. És ez akkor annyira megrémisztett, mert én tudtam, hogy ha én mélyebbre ások, akkor én csak hazai dolgokról tudok írni, ami nem érdekli a franciákat. Tehát én kénytelen voltam megmaradni a felszínen, azért adtak ki. De hát azóta is ez a mondat bennem motoszkált, és most úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy mélyebbre ássak. De tulajdonképpen nem egészen pontosan, hanem a múlt év végén, egy karácsonykor jelent meg Püski Sándor kiadásában egy fontos munkám, aminek az a címe, hogy Ajánlások könyve. Ez egy kicsit a Bibliára is akar hajazni, de nem olyan mély ezért. A másik pedig az Igazság merész áhítása, az pedig a Bedő Gyuri bátyánk, a Kairosz kiadó adta ki, és mind a kettő az év végén volt, és most van az év eleje. Tulajdonképpen egy költő sose panaszkodjon, ha két könyve jelenik meg. Ez nagyon ritkaság számba megy. Úgyhogy így lemérhetem, barátokkal találkozhatom, és van egy remény bennem, hogy talán
még talpra állhat ez a magyar értelmiség a hazája érdekében. Hát ebben az évben szerencsém volt, két könyvem is megjelent, a legfrissebb, a Tanúságtevők, három dráma címmel, valójában egy dráma van benne, és két monodráma. Na most az egyik, a nagy dráma, az a madéfalui veszedelemről szól, annak a nagyon-nagyon drámai változata, és nagyon véres, de újfeldolgozásban megpróbáltam a megmaradásnak olyan fajta példáját nyújtani, ami esetleg a utódokra is enyhítőleg hat, főleg azokra, akik idegvégződéssel élnek. Én még azt az időszakot úgy éltem át, hogy én ugyan nem voltam ott, de idegvégződésében minden rezgülésével jelen vagyok. A másik Mikes Kelemenről szól. Éppen nemrég az akadémiával voltunk Erdélybe, és Zágonba is elmentem, meglátogattam a Mikes házat, és Mikesről azt tudni kell, hogy amikor a időszakhoz szól ez a dráma, akkor már ő abba hagyta a levelezést a kitalált nagynénikéjével, és a dolog, a írás, semmiféle elfoglaltsága már nincsen. Tehát az írás az megszűnt, és hogy éli át a hátralévő esztendőit. Rettentő nehéz lehet úgy megélni, hogy minden emigráns mellőle kihal, egyedül maradt Törökországban, és hogy tekint haza, hogy szeretne hazajönni, és Mária Terézia azt a reményét is keresztül húzza, hogy még egyszer életében hazajöhet. A könyvhétre a Holnap kiadónál, Doromboló címmel, gyermekek számára szánt vers kötetem jelent meg, ám bár kézbe veheti nagyobb bacska is. Ilyen alcímet adtam neki, hogy versek kisebb, nagyobb emberek használatára. Tehát az alsó korhatár, akinek még felolvassák a felsőt, aki pedig már maga is értelemben tudja elolvasni. Nagyon szép könyvöst csinált hozzá Keresztes Dóra, ott ül az asztalnál. Szerintem az idén megjelent gyerekkönyvkező, ez a legszebb, de ez már a propaganda. És még ugyancsak a Holnap kiadónál előkészületben, tehát kiadás előtt áll egy meglettebb korúak számára írott verses kötetem. Továbbá a Fehér Lófia című mesének a elbeszélő költemény változata. Hát ez valóban eszékes tanulmányok az utóbbi 5 évben, amelyek megjelentek, amelyeket írtam. És legalább 100 könyvnek csináltam címlapot a sajátjaimnak is, és két olyan könyv van, ami meg nem tudtam. Hát ez az egyik, a félkör vége, ugyanis nagyon érdekes a címadás. Kós Károly nevét talán itt illik említeni, van egy könyve, ami hozzáférhetetlen, amit én 40 éve olvastam, az, hogy Sztambul. És abban arról van szó, és ezért mentem el Isztambulba, de nem találtam meg azt a helyet, hogy építették a villamost. Aki járt Isztambulba, az tudja, hogy összesen egy villamos van. Egy fél körben megy végig. És amikor építették, akkor közben volt egy fa. És ezt a fát nem vágták ki, hanem félkörbe megkerülték. No, hát szóval ezen nem tudtam képet készíteni, úgyhogy egy fotóstól kértem, kaptam és loptam. És még talán röviden annyit, hogy ezt a könyvet, a kiadást az akadémia is támogatta. Azt hiszem 20-30 tanulmány van benne, Csontváriról, Bartókról, Erdély Józsefről és sok másról, és hát ami az egyik kedvencem, a jelképekről. Az, hogy pózok a sebezhetőn, ebben van egy kis posztmodern irónia, groteszk, különben elég morbid a kötet anyaga is, nem a megfogalmazás, hanem a visszatükrözése annak,
amilyen korban élek, és amilyen reakciókra válaszolni kell. Az átörökített magány, ez már komorabban hangzik, mert valóban egyrészt, mivel sokadik kötet lírámnak, de minden műfajnak is az összegezése, az, ez már élet-halál kérdéseit feszegeti általában nálam, mint műfaj. De az érdekes az, hogy ahogy a szerkesztő is, Korpa Tamás, nagyon tehetséges költő, kritikus, most jelent meg első kötete erre a könyvhétre, ő úgy írja, hogy ez a két könyv valóban úgy működik szervesen, egymásnak felekelve, érzéki, kontemplatív letisztultsággal. Adott pillanatban az ikerkötet bizonyos téteket mozgat meg, egyidejűleg állítja fejre a már elmondott dolgokat, tehát kételkedik, tagad is, és ebből bontakozik ki valami új. Úgy érzem, hogy bármilyen korban egészséges reflex ösztön, hogy figyeljünk arra, ami minket, gyermekeinket megront, és hetedik sziglen előre-hátra megrontott, nem egy népet, nem egy nemzet tudatot, már ott is néha zavarok vannak, de az emberi, az értelmiségi tudatot, mely eleve letéteményes annak, hogy a világon valamit ebben a zavarban, ebben a káoszban, ebben az absztrakt helyzetben valamit világosan továbbadjunk.